Rockenbauer emlék és teljesítménytúrát szervezett a Kanizsai Kultúra Egyesület a hétvégén. Az esős időjárás ellenére csak nem 80 induló vett részt a programon. Az esemény megvalósítása több hetes előkészületet vett igénybe, ahol a 130 kilométeres szakaszon belül lehetőség volt résztávok teljesítésére is. Előzetesen 92 nevező volt a túrára, de 13-an nem érkeztek meg a rajt helyekre. A kiemelt 130 kilométeres túrára 70-en jelentkeztek, végül 56-an indultak el. Ebből 34-en teljesítették is a távot. Márton Dániel volt a leggyorsabb 20 óra 43 perces eredményével. A kiinduló és záróponta a hagyományokhoz híven a mezőgimnázium volt. Az idei évben a Rockenbauer emléktúrákat, teljesítménytúrákat több mint 30. alkalommal rendezzük meg. Elsőként és legfontosabb, amit el kell mondanom, hogy ahogy a honvédségnél szokták mondani, különös esemény nem történt. Tehát ugyanúgy bonyolódott le a túra, mint az előző években, sérülés, baleset nem történt, a kisebb húzódások, ami szokásos egy ilyen rendezvényen, csak azok voltak. Strauss Ferenc még kiemelte azt is, hogy nagy köszönet jár a segítőknek és a résztvevőknek, mivel ez a közösség már egy nagy családként működik minden ilyen jellegű túrán. Gyakorlatilag a résztvevők azok, akik, akik életben tartják ezt a, a túrát a támogatásokkal, a segítségekkel, de egymást is támogatják a túra közben. Sajnos rossz előjelei voltak ennek a rendezvénynek, hisz olyan időjárás volt, ami, ami egy, nem csak most, de a túrához képest nem egyébként is extrémnek mondható. Nagyon sok eső esett, főleg pénteken éjszaka, dörgött, villámlott, és az ilyen idő azért a túrázóknak nem kedvez. A túra ideje alatt azonban szerencséjük volt a szervezőknek és a résztvevőknek, hiszen nem volt vihar erőszél sem, csak az eső esett. itt szinte zavartalanul tudták megvalósítani a rendezvényt.